Sokan látogatják idén is a fehérvári strandot. Hőségriadó idején 1400-1600 vendég is megfordul a megújult fehérvári strandon. A júniusi nyitás óta, a hűvösebb napokat is beleértve pedig átlagosan napi 700 vendég keresett felfrissülést a medencék mellett. Az első egy pár hét az nagyon jól alakult, jó nyári idő volt, sokan jöttek. Sajnos az utóbbi időben volt egy hosszabb, egy két hetes olyan őszies időjárás, amikor igazán elfogytak a vendégeink, de most újra beindult a nyár ezen a héten, és az előrejelzések szerint így is marad az idő. Erről számolt be az Országos Meteorológiai Szolgálat egyik munkatársa is. A héten visszatér a hőség, és 35 fok fölötti délutáni csúcshőmérséklet várható. Számottevő csapadékra sem kell számítani. Hétvégére kisebb hidegfront éri el hazánkat. A másik hidegfront pedig majd a hétvégén közelít meg bennünket. Elsősorban szombaton a nap második felétől számíthatunk majd a gyenge hidegfront érkezésére. Ekkor az ország nyugati felén lesz esély záporok, esetleg zivatarok kialakulására. Szintén nem számottevő mennyiségű csapadékról lesz ekkor szó. Fontos kiemelni, hogy ezekben a napokban a hőség tovább fog fokozódni. A hőmérséklet a délutáni órákban mindenütt meghaladja majd a 30 fokot. Ilyenkor fontos figyelni magunkra és a gyerekekre is, hiszen hamar megtörténhet a baj a vakáció alatt. Mindenkinél más, hogy mitől jöhet létre a baleset, hogyha tiszta vagy a korlátaid, de szerintem akkor azért meg tudod védeni magadat. Meg ugye nagyon sok kisgyerek van, tehát rájuk azért fokozottan figyelni kell. Igazából ez ami úgy fontos szerintem. A kánikulában a strand egy órával tovább 20 óráig tart nyitva. A csúszda reggel 9 és 18 óra között üzemel, amelynek használatáért továbbra sem kell külön fizetni. A hőségriadó alatt itt is egy órát hosszabbítanak, vagyis 19 óráig lehet csúsztázni.